Sziasztok, szejkolisták, szép hétfő estét kívánok mindenkinek. A szejkó eddig nem dúskált, illetve most sem dúskál nagyon szögletes órákban, de azonban most jön olyan három új modell, ami picit talán ezt a hiányérzetet csökkentheti. SPB 480 lesz ezeknek az óráknak a cikkszáma, tehát egészen pontosan 481, 483, 485, és ennek a szögletességnek a jegyében fog telni a mai esténk is. Én Lichtenberger Attila vagyok, ez pedig a Szejkó Butik Budapest YouTube csatornája. Tartsatok ma este is velem! Akárcsak a múltban, a jelenben sem sok szögletes szejkóórát lehet kapni. Én azt mondom egy kicsit, hogy sajnos, mert a változatosságra mindig szükség van, de ezt a hiányt egy picit csökkentheti az az új sorozat, amit nemrégiben jelentettek be Tokióban. Ez a modell is alapvetően mégis kerek tokkal érkezik, de a lünettája szögletes lesz, és én azt gondolom, hogy egy kicsit az Asron óráknak a sikerét szeretné átemelni a Seiko most a Prospex búvár sorozatba is, és ez volt az inspiráció arra, hogy létrejöjjön a 480-as sorozat az SPB-vel kezdődő cikkszámok között. Hogyha erre az órára ránézünk, akkor láthatjuk azt az összecsengést, amit az Asronoknál már több modell esetében is láthattunk, és azt gondolom, hogy nagyon érdekes a lünettának és a számlapnak a színkombinációjának a választása. Ugye három modellről beszélünk, kezdjük a 481-essel, amire azt szokták mondani, hogy a pezsgő éjszakák színével készült. Itt ugye a lünette az, ami az éjszakára utal, és a számlapnak a pezsgősége az, ami pedig az italra, és ez hozza össze ezt a párosítást. A 483-as modell, amelynek a neve a hullámok kékje, és itt azt lehet látni, hogy a lünettának és a számlapnak a színe az kicsit összecseng, talán a lünetta ez egy picit sötétebb lesz, mint amennyire, hogyha belenézünk a hullámok távoli képébe, akkor láthatjuk ott is, hogy néha az árnyékok miatt a víz hol sötétebb, a hullámok teteje pedig, ahogy fodrozódik, az talán egy picit világosabb. A 485-ös pedig a bronz csillogásával érkezik, de kicsit talán inverze is a 481-es modellnek, hiszen itt a lünetta az, ami bronz színű, vagy akár mondhatjuk egy kicsit a pezsgőnek a sötétebb árnyalata, és a számlap lesz az, ami azok számára kedvez, akik a sötét számlapos kiadásokat szereti. Ennek a sorozatnak keressük meg most egy picit a helyét, hogy hova is pozícionálja a Seiko. Ugye a Prospexeknél a Marine Masterek képviselik a csúcsot, azok a Marine Masterek, amik vagy a 8L szerkezettel készülnek a 30 báros kivitellel, vagy pedig a visszafogottabb, elegánsabb 20 báros, de SIE cikkszámmal és ezáltal 6L szerkezettel készülő modellek. A másik vége a Prospexeknél pedig azok a modellek, amelyek a 4R-es szerkezetekkel készülnek, ugye ezek általában a Safety Ocean kiadások, vagy például a szamurájok. És ez a kettő között helyezkednek el az SPB cikkszámmal kezdődő 6R-es szerkezetűek, amiknek jellemzően az árkategóriája ez a 350, 500, maximum 600 ezer forintos ártartomány, és ide érkezik ez az új sorozat is, és most már nem 6R35-ös, hanem az új 6R55-ös szerkezettel. Na azt gondolom, hogy a jövője mindenképpen ez lesz a Prospexnek, tehát a 6R55-ös szerkezet, az, ami a 70 óra helyett 72 órát biztosít már járástartalékban, azonban, ahogy már többször elmondtam, ez nem csak plusz 2 órát jelent, hanem ez a szerkezet tovább lett fejlesztve, és a fejlesztéseknek a sora eredményezi azt, hogy plusz 2 órával nőni tudott a járástartalék. Azonban szerintem ennél talán fontosabb, hogy nem 20 báros divers, hanem ez a sorozat 30 báros divers lesz, tehát egy kicsit maszkulárisabb, egy kicsit erőteljesebb megjelenésű, azonban a vastagságában, a tok vastagságában ez mégsem fog mutatkozni, sőt, hogyha a tokát mérőre nézünk, akkor ez az óra egy 42 mínuszos, tehát 42-nél kisebb átmérőjű lesz, és ezáltal egy nagyon jó, kényelmesen hordható óra lesz. Ezt a kényelmességet tovább erősíti az, hogy a koronának egy nagyon szép koronavédőt alakítottak ki, és ezáltal a koronának nincs az a kiállósága az óra tokjából, hanem egy kicsit finomabban fog felfeküdni a csuklónkra. De ennyi
ennyi sok részlet után azt gondolom, hogy menjünk a technikai paraméterekhez, és nézzük végig egészen pontosan, hogy ez a sorozat mivel fog rendelkezni. Említettem a tokátmérőt, hogy 42 mm-nél kisebb lesz, de az igazság az, hogy 41-hez azért sokkal közelebb van a 41,3 mm-es tokátmérő, a tok vastagság pedig 13 alá csúszik be, 12,5 mm, ami a korábbi videóinkban kitárgyalt, valahol az ing alá csúszó 13 mm-es határnál határozottan kevesebb, tehát biztos, hogy egy hétköznapokban nagyon kényelmesen és az ingekben nem beleakadó sportóráról fogunk beszélni. Az óra tokozata és a fém szíja nemes acélból fog készülni, az üveg pedig olyan zafír üveg lesz, amin természetesen az üveg belső részén egy tükröződés csökkentő bevonat is kialakításra kerül. Említettem már a 30 báros vízállóságot, mint ahogy azt is megemlítettem, hogy a 6R55-ös szerkezetben 72 órás járás tartalék rejtőzik. Amiről még nem beszéltem, és itt a képeket látva mindenképpen említést érdemel, az a számlapoknak a dizájnja, a számlapoknak a struktúrája, amely szintén egy viszintes kialakítást kapott, hol egyenest, hol egy kicsit hullámzó vonalakkal, és ezt már a Marine Master-es SIS videóban is kitárgyaltuk Andrással, hogy a viszintes vonalak azok mindig egy kicsit több eleganciát biztosítanak azhoz képest, mint hogyha függőlegesen lennének. Én azt gondolom, hogy ez az elegancia jól passzol a szögletes lünettákhoz is, és így együttesen egy nagyon sportos, de mégis egy sportosan elegáns órát fog eredményezni. A három modellnek a cikkszáma még egyszer SPB 481, 483 és 485 lesz. Ezeket a modelleket december elejére várjuk, és a várható áruk pedig 480 ezer forint lesz, tehát várhatóan 500 ezer forint alatt marad az ára, hogyha az euró-forint árfolyam jelentősen nem fog változni addig. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek ezzel a modell sorozatról. Írjátok meg itt a videó alatt a komment szekcióban. Ha pedig tetszett a videóm, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára és a kis harangot is nyomjátok, de a legjobb, hogyha a Seiko Club applikációt töltitek le, mert akkor a híreket nem csak a videók által, hanem akár push üzenetben is megkaphatjátok, így a leghamarabb tudtok értesülni a megjelenő újdonságokról. Köszi szépen, hogy ma is velem voltatok, találkozunk legközelebb péntek este 7 órakor a szokásos időben, akkor már Andrással együtt várunk titeket. Sziasztok!